férfi és nő, Mars és Vénusz, nap és hold. A két nemet sokféle kontextusban, sokféleképpen emlegetik. Mindezek analógiák, és azokat a tulajdonságokat próbálják szimbolizálni, amelyek a férfi és a női minőség sajátjai. Kinek mi az úgynevezett dolga az életben? A kérdés megválaszolásában dr. Csernus Imre pszichiáter segítségét kérjük műsorunkban, akit sok szeretettel köszöntünk. Szép jó estét kívánok! Ugye bizonyára sokan olvasták a férfiről és a nőről szóló könyveit, illetve hallgatták az előadásokat, és megjelent ugye a tinédzsereknek szóló változata is ezeknek az előadásoknak, illetve könyveknek. Ezekben sokszor emlegeti a felelősségvállalást és a gyökerekhez való úgymond visszanyúlást, elfogadást, megbékélést a szülőkkel. Miért tartja ezt fontosnak, hogy nyúljunk vissza a gyökerekhez, és nézzük meg először így a szülői kapcsolatokat? A legtöbb ember nem tudja azt, hogy az, hogy milyenneké válunk, milyen emberré, és ettől függetlenül, hogy most nővé vagy férfivé, de a szülők mintája kulcsfontosságú. És azt már régóta láttam, meg nem csak én, mert én gyakorlati szakember vagyok, hanem a tudósok is most már tudják, hogy a személyiség szerkezet egyharmada az öröklött, a kétharmada meg a szülőktől eltanult konfliktuskezelési modellek eltanulása, utánzása. Tehát nem véletlenül született meg annak idején ez a mondás, amit nagyon sok úr nem vesz tekintetben, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát. És ahogy így telt múlt az idő, én is önmagamon láttam azokat a tulajdonságokat, amelyekkel apám vagy akár anyám is rendelkezett, és akkor rájöttem arra, hogy felnőttnek hogyan definiálnám magam, hogyha én nem tudom, hogy mit jelent az, hogy nem csak anyagi szempontból váljak le a szülőkről, hanem érzelmi szempontból is. Ez nem azt jelenti, nagyon sok ember nem tudja ennek a jelentését, ez nem azt jelenti, hogy én nem szeretem őket, mert hogy távol vagyok tőlük. Nem. Ez azt jelenti, hogy ha én szeretném önmagamat elfogadni emberként, akkor kulcsfontosságú, hogy őket is embernek látom-e. Tele erényekkel és hiányosságokkal. És persze, hogy ezt most öntudatlanul csinálom, vagy tudatosan, ez még inkább színezi a dolgot, mert hát mind a hiteles női és férfi szerepeket illetően szerintem ez kulcsfontosságú. Mert ön szerint kiből lesz a jó feleség, a jó férj, a jó anya és a jó apa ehhez a témához kapcsolódva? Kezdjük a tinédzser kornál, hogy hogyan kellene viselkedni a tinédzser lányoknak és fiúknak. És utána igen, ide kapcsolódva. Hát a viselkedés az még egy dolog, de mostani fiatalok, tinédzserek mondjuk, azok az internet világa miatt az acceleráció elképesztően felgyorsult. Tehát a racionális tudásuk félelmetes. De ugyanakkor nem tudják, hogy rengeteg olyan konfliktus nem kezelési modellt is eltanultak a szülőktől, mert Magyarországra az átlagos mentálhigiéné nem az optimista szerkezetet veszi fel, hanem a pessimistát. Tehát épp úgy jelen van a miért csinálod, úgysem fog sikerülni. Mi lesz akkor, hogyha ez bekövetkezik? Ja Istenem, ne csináld! Úristen, mi történt? Tehát, mint ahogy most is ez a Covid kapcsán lehet látni, hogy az egész Covid sztori nagy intenzitással váratlanul következett be, és a magyar lakosság jelentős része a váratlanság és az intenzív megjelenés miatt sakmatot kapott, megijedtek. És a serdülőknél is ugyanez látható egy adott éles helyzetben, hogy addig nagyon jól funkcionálnak, amíg az életük kiszámítható. Abban a pillanatban, amikor valami váratlan dolog történik, ott megijednek. Pánikolnak.
És ez teljesen mindegy, hogy ez most egy női, vagy kezdeti ismerkedés, első randevú, megszólítsam, ne szólítsam, párkapcsolat, pályaválasztás most a 18 éveseknél, mert az az első ilyen nagyon komoly felelősségteljes döntés, amitől rengeteg ember, úgymond tinédzser megijed, hogy úristen, most egy olyasmi mellett kell, hogy letegyem a voksom, amit egész életemben fogok csinálni, és úristen, hogy jól döntök, nem jól döntök. Ez a jól döntök, ez meg azt jelenti, hogy a szülők meg nem tanították meg őket a fájdalmas konfliktusok megfelelő kezelésére. Mert hogyha döntök, akkor csinálom, és akkor hogyha kiderül, hogy nem jó, hát semmi gond nincsen, nem megyek tovább, változtatok. De nem úristen, a megfelelési kényszertől az önbizalom hiányig, ők nagyon sok mindennel rendelkeznek, úgyhogy még nem is tudják ezt. Azért nem tudni. Igen, és hogy azért is lehet az, hogy esetleg megalkudnak jobban? Tudja, a megalkuvás az hát egy nagyon régről kezdődő folyamat, mert én nagyon kevés emberrel találkozom, mondjuk aki a korosztályom, 56-ban vagyok, aki az életét úgy tudja élni, hogy pezsegve, hogy szívvel, lélekkel, lelkesedve. Nagyon kevés, nagyon sok az elfáradt, kiégett, opportunista, amit nevezhetünk meg alkuvónak is. És hogyha a szülők valójában nagyon sok szakmát csak azért űznek, hogy pénzt keressenek, ez valójában egy megalkuvás a részükről. És hát valójában óhatatlanul úgy, hogy nem is tudják, legtöbbször ők is ugyanezt a mintát mutatják a gyerekeiknek, hogyha te is majd 55 éves leszel, vagy 60, akkor így fogsz hozzáállni az életedhez. És a legtöbb tinédzser ezt nem tudja, hogy akkorra, mert nagyon sok kölyök megfogalmazza azt is, hogy én nem szeretnék ilyen lenni, mint a szüleim. Csak azt nem tudják, hogy amikor megfogalmazták, akkor már olyanok. Vagy látja magán ugye ugyanazokat a tulajdonságokat, vagy pont úgy cselekszik? Úgy cselekszik, úgy gondolkodik, úgy vélekedik. Szóval a tudatosság jelentősen hiányzik a mai magyar mentálhigiénéből, pedig kulcsfontosságú lenne. Meg hát arról nem is beszélve, hogy a fájdalmas dolgok életünk velejárói. De nem mindegy, hogy ilyenkor mit csinálunk, és a szülők hogyan tanítják meg a fájdalmas konfliktusok megfelelő kezelésére a gyerekeket. Tehát nagyon nem mindegy. Térjünk rá most már egy a női-férfi kapcsolatokra egy kicsit. Manapság felcserélődtek, ugye eltolódtak így a szerepek. Sokszor a nők hordják a nadrágot, a férfiak meg nem igazán mernek kezdeményezni. Ezek jellembeli kérdések, abból fakad, hogy ki milyen személyiség, vagy máshonnan kell ezt megközelíteni? Vagy felcserélődtek egyáltalán? Hát az a helyzet, hogyha belegondolnak, hogy a gyerekekkel általában kiskortól kezdve a hölgyek, az anyák foglalkoznak. És érzelmi konfliktus kezelés szempontjából úgy, hogy a nők nagyon sok mindent szintén nem tudnak, de mégis ők a dominánsabbak, mint a pasik, akik általában az életet racionális szempontból közelítik meg. Tehát ott megy a matek. Tehát, hogy mennyit keresünk, mire lesz elég, hogyan jusson mindenre, stb. De az érzelmi konfliktus kezelés szempontjából meg sokszor látni, hogy a gyerekek inkább az anyához fordulnak, mert az anya megértő, az anya elfogadó, az anya nem kiabál le, nem zárja rövidre, az apák általában van pénzed, nincs pénzed, meg stb. Meg ilyen nagyon ilyen racionális szempontból közelítik meg az életet. Ebből adódik az is, hogy a mintakövetés következtében a hölgyek, azok, amikor fiatalok lesznek, azok felvesznek egy csomó olyan attitűdöt, tulajdonságot, amelyekkel a pasik is rendelkeznek. De erősebbek lesznek. És én ezeket a hölgyeket már egy ideje elneveztem tökös csajoknak, hogy töke van a mennyasszonynak, és hogyha egy pasi ezt nem tudja megfelelően kezelni, és neki az adott élethelyzet kényelmesebb, hogy ráhagyatkozik a hölgy partnerére, hogy az pontosan tudja, hogy merre menjenek, mit csináljanak, milyen pólót húzom fel, milyen nadrágot, hol a szemüvegem, meg stb.
akkor az urak nem veszik észre, hogy kiengedték a kezükből az irányítást, nem csak az irányítást, hanem a tiszteletük csökken. Nem veszik észre. De közben pedig sok férfinek erre van szüksége, és szomjazzák ezt. Mire? Nem? Hát arra van szüksége azért, mert szeretet éhesek, és nem tudom, mennyire tudja azt, hogyha van egy úr, aki nem vált le érzelmi szempontból az anyukájáról, akkor a mindenkori partnerben öntudatlanul a pótmamáját keresi. És kialakul a pótanya szerepkör. És nagyon sok hölgy ezzel küszködik, hogy ami kezdetben tetszetős, mert hogy ők irányítanak, ők a főnökök, mindent ők szabnak meg. De ahogy telik múlik az idő, és orjáznak a megmérettetések a gyerekek formájában, a teendők formájában, egyre inkább érzékelik azt, hogy magányosak. Hogy a kapcsolatban, ami idézőjelben párkapcsolat, valójában van egy alá-fölé rendeltségi viszony, és azt is érzékelik, hogy az urak nem is ismerik őket. Nem tudják, hogy milyen érzések vannak benne, nem tudják, hogy milyen tulajdonságok, nem hallgatnak a megérzéseikre. Sorolhatom, és akkor az olló elkezd kitágulni. És tud így esetleg a nő kompenzálni, vagy ezt a helyzetet javítani, hogy észreveszi azt, hogy de ez is ugye tudatosság, hogy na jó, jó, akkor most már kezdem én irányítani a dolgot, akkor hagyjuk meg azt, hogy ő férfi legyen, és akkor irányítson őt. Tehát akkor itt is van egy ilyen tudatosság, hogy ne hagyjuk azt, hogy jaj, de jó, hogy én mindent megmondok, hanem engedjük neki is, hogy kicsit kibontakozzon, úgymond. De lehet, hogy alkalmatlan. Ugye, ez egy nagyon érdekes dolog, bocsánat, hogy megszakítottam, hogy nagyon érdekes dolog, amit ön mondott, hogy engedjük egy kicsit kibontakozni. Mit jelent? Hogyha az én partnerem ezt hagyná, én... Hát, hogy is mondjam, erre eléggé vehemensen reagálnék, mert ne hagyjon ő kibontakozni, mert kibontakoztatom én magamat. Ha akarom. És akkor itt a megcsalás is esetleg lehet, hogy a férfi... A megcsalás az egy nagyon hosszú folyamat része, amiben egyrészt jelen van, hogy a kölcsönös tisztelet csökken. Ja, együtt lakva ismeri meg egymást két ember, ez az öntudatlanoknál jellemző. De például a tudatos, hogyha valaki ismerkedik, én már tudom azt, hogy a váratlan erős helyzetek mutatják meg, mert az mindig erős, a váratlan helyzet, és abban a megfelelő reakció mutatja meg az illető ember erejét. És hogyha például egy hölgynél látom azt, hogy mondjuk ismerkedésnél, érzem azt, hogy nem hisz magában, látom azt, hogy lógatja a vállát, hogy vannak a vegetatív izgalomnak a különböző feszültségi jelei, amit már készfogástól lehet érzékelni, akkor nekem az illető már nem üti meg azt a szintet, ami nekem izgalmas, mert nekem kevés. Mondjuk sokan ezt nem veszik észre, vagy nem akarnak tudomást venni róla. Nem. Nem, és arról nem is beszélve, hogy a jelen és a múlt megoldatlan konfliktusai, amelyek félelmekként vannak jelen az illetőben, hogy azok hogyan hatnak a kisugárzásra, meg az önmegvalósításra, amit én tudok és látok. De a legtöbb ember nem rendelkezik ezzel a látásmóddal. Szóval csökken a tisztelet, de... Ez ötvöződik azzal, hogy nagyon érdekes, hogy hova megyünk, ide-oda, amoda, ez működik, de kimondani azt az érzést, hogy figyelj ide szívem, rájöttem arra, hogy köztünk a tűz, hogyha egykor 10 volt, most elkezdett 4-essé válni. Rutinból vagyunk egymással. Nekem ez kevés lesz. Ha ebben ugyanilyen maradsz, én akkor nem szeretnék veled lenni fél év múlva. Nem akarlak megcsalni. Mert csináltam ezt. De tudom, hogy az együtt jár a hazugsággal, a bűntudattal, a titkolódzással, miközben múlik az időnk. Akkor minek tékozoljuk el egymás idejét? Mindeközben hiába is beszélik meg ezt jó esetben, sokszor mégis benne ragadnak egy ilyen kapcsolatban. Igen, mert ez egy jó eset, hogy ők megbeszélik egymással, meg az egy olyan fejlettségi szint, hogy én elmondjam, mert azért így elég sok vállás van, megcsalás. Persze.
szeretői státusz. Hogy? Mikor kerül valaki mondjuk ilyen helyzetbe, hogyha van egy házasság, és akkor belép egy harmadik fél? Hát ez úgy kezdődik, hogy tegyük fel a pasi, aki mellett van egy domináns hölgy. Kezdetben kényelmes, meg lubickol benne, de egy idő után érzékeli azt, hogy öntudatlanul, meg ezt nem mondja ki hangosan, hogy a hölgy átvett az irányítást nagyon sok mindenbe, de azt nem mondja ki azt, hogy ezt én hagytam. Nincs kimondva. A hölgyben a szintén a feszültség fokozódik, és kezdődik a boldogtalanság kialakulása. Egymásra néznek, és nem tudják, hogy miért vannak együtt. De sokszor annak idején, amikor dolgoztam a klinikumban, akkor találkoztam ilyen emberekkel, és akkor megkérdeztem őket, hogy ha nem lennének gyermekei, önök együtt lennének? És akkor kapásban azt mondták, hogy nem. Ezt akartam kérdezni egyébként, igen, hogy egy ilyen szituáció kialakul, egy megcsalás ki is derül, még akár meg is beszélik, de hogy milyen sokan maradnak a kapcsolatban csak a gyerek miatt. De ez a gyereknek nem jó, ugye? Hát a gyerek mérgeződik, mert valójában két erősnek látszó, egymásnak megbocsájtó, látszólag, de hogy egymás között mi zajlik, hogy tudják, ez a klasszikus, hogy kiderül a megcsalás, nem még visszatérek, hogy ez miért történik, de akkor, hogy jön ez a kisfiús kommunikáció a pasik részéről. Na, kivel volt jobb? Na, meséld el, hogy milyen volt. Pontosan lépés, akarom tudni, hogy lehettél ilyen szemét, és akkor jönnek a cifrább magyar szavak, de visszatérve még a folyamatra, tehát ott van a pasi, aki érzékeli azt, hogy csökken a férfinak a megbecsülése. Ennek hozadékaként nem tudja azt, még nem mondta ki azt, hogy valójában gyáva kimondani az érzéseit. Gyáva felismerni azt, hogy mi ebben önmaga felelőssége ebben. Éppen ezért lát valaki mást az utcán, ki csinos, tetszetős, és akkor elkezdi azt használni, mert azt érzékeli, hogy ott újra férfi. Majd hazamegy vegetálni a kapcsolatba, ott kisüti magát, megint lemegy a pokolba, megint leakasztja a szeretőt. De a szerető meg elhiszi, aki szintén szeretetre éhes, saját anyjával meg apjával vannak súlyos megoldatlan konfliktusai. A pasi persze játsza azt, hogy én mekkora egy potentát vagyok, milyen rendben van minden, stb. És akkor reménykedik és hitegeti magát. De, majd elválik, majd szépen boldogan fogunk együtt élni, és kölcsönösen hintáztatják egymást. Illetve a férfiak szeretik felmenteni azzal magukat, mert ezt nem kijelentem, hanem kérdezem inkább, hogy nekik biológiai ösztön ez a férre lép. Ezt hívják kifogáskeresésnek. Visszatérve a megcsalásra és a három szereplőre, tehát hogy miért lesz valakiből szerető, miért tűri el a feleség, és a férfi miért nem lép ki, ha nem jó neki? Elmondtam. A férfi gyáva kimondani azt, hogy milyen önmaga felelőssége ebben. Gyába nyúlnak, nincs hazája. Meg nincs otthona se. De játssza kifelé azt, hogy van. De folyékonyan hazudik. És kifelé játssza azt, hogy ő milyen, mennyire rendben van az ő kapcsolata, a házassága, és kompenzál fizikális javakkal. Ha megteheti, akkor újabb, ne újabb autók, lakások, ingatlanok, elutazások, stb. Meg, hogyha üzletember, akkor buzulása az üzleti világban. Tehát vadászat, rengeteg kompenzációs eszköz van. De nem merik kimondani azt, hogy a kapcsolatuk meghalt. És egy hullát cipelnek. És hát a gyerekek meg ezt tanulják el. Ez a normális. Gyerekeknek pedig szükség van normális, mi számít normálisnak, anyaképre és apaképre, de ez... Képzelje, igazából nem. Nem.
Nem. Mert annak idején nagyon fiatalokkal csináltak egy felmérést, hogy mitől tartanak ők leginkább. És nagyon érdekes volt ez ilyen ódes korú gyerekekkel a felmérés, hogy attól félnek, hogy elcsúnyulnak, elszegényednek, és a harmadik helyen van, hogy esetleg a családot elveszítik. Csúnyaság, szegénység, család. Tehát valójában a gyerek az alapjában véve, mivel kicsi és bizonytalan, természetesen önző. És az önzőnek mind a kettő kell. Kell egy apa, kell egy anya, bármi áron. És ezeket, amit nagyon sok embernek bonyolultak ezek az összefüggések, miközben nem, mert az egyikből következik a másik, amiről beszéltem, az önbizalom, az önismeret, a tudatosság, a belső megbecsülés, önmagamhoz történő őszintesség, az önismeret, hogy valójában milyen ember vagyok, kitől mit tanultam el, hogyan használom, egyebek. Ennek hozadékaként a felismerés, a megbocsájtás kérdése, az empátia, a tolerancia, az elfogadás, a rólatom. Szóval rengeteg minden van. De hát a legtöbb ember ezt nem tudja, a gyereknek meg fizikálisan kell mindkettő. Éppen ez. Béküljetek már ki. Mert így vagytok jó, és akkor jönnek a szomszédok. Ti milyen szép életet éltek. És mindenki elhiszi. Hát persze, hogy el akarják hinni, mert hogyha kimondanák azt, hogy nem, akkor ki kéne mondani azt, hogy itt mellettem, akivel élek, az kicsoda. Ezért kialakult a kollektív hazugság. Tehát akkor a gyerekeknek nem feltétlenül, nem, meg úgy maradjunk ott, hogy akkor van a hiteles anya és a hiteles apa. Lenne, de nincs. És válás esetén, amikor bejön a képbe egy új férfi és egy új nő, ők mennyire lehetnek hiteles minták egy gyereknek, vagy akkor is a szülő marad a fő? Legtöbbször a válás nagyon ritkán fejeződik be békével. Általában kialakul a sárdobálás, és mind a két fél így vagy úgy anyagi szempontból be akarja magát biztosítani. Tehát indul a háború az anyagi javakért. Tehát általában a vállások brutálisak. Tele vannak játszmával és manipulációval. Ennek hozadékaként nem akkor sérülnek a gyerekek már régóta sérülnek. Emlékszem egy úrra, aki eljött a 14-5 éves fiával hozzám, és egy adott konfliktus kapcsán, és felmerült az ő vállásuk, ami már nagyon rég bekövetkezett, amikor ez a kölyök olyan 7-8 éves lehetett. Akkor kulminálódott. És akkor hirtelen a gyerek megszólalt, hogy amikor délután aludtam, akkor hallottam, hogy ti hogyan veszekedtetek, és rettegtem attól, hogy el fogtok válni, amiben is következett. Erre az apa azt mondja, de hát mi soha nem kiabáltunk egymással. És akkor döbbentem rá, hogy a gyerek az indulattal teli nyugodt beszélgetést kiabálásnak hallotta. Veszekedésnek mindenképp, ha még csak... Veszekedésnek, de nem volt felemelt hang. Csak az indulati töltet eredményezte a fejében azt a képzetet, hogy ez veszekedés. Egyébként jó az, hogyha a gyerek hall néha azért veszekedést, vagy látja azt, hogy van konfliktus, és nem csak mindig nyugodt. Hát igazából nem a konfliktust jó látni, hanem a konfliktus kezelést lenne jó látni. Miközben mind a két fél kimondaná azt, hogy például nézzünk egy békés válást, mind a két fél azt mondja, hogy egymásnak, hogy rájöttünk arra, hogy öntudatlanul kötöttünk házasságot, azt hittük, hogy ebből lesz valami, de hát vaktyúk az egy idő után már nem talál szemet. Az én felelősségem ebben az, hogy a másik azt mondja, az én felelősségem az, hogy összekötnek bennünket a gyerekek, leülünk a gyerekekkel békében, és el fogunk válni, de ez nem azt jelenti,
hogy az apa vagy az anya egyikőtöknek meg fog halni. Mind a kettő él. De a legjobb barátoknál is előfordul, hogy szétmennek. Mert szeretjük egymást emberként, de nőként és férfiként ezt mind a ketten tettünk arról, hogy ez meghaljon. Tehát mind a ketten tettünk. És a gyerek akkor, mert mondjuk még kicsi, vagy serdülő, még nem tudja, hogy mi az a, amit nem tettek meg, csak azt hallja, hogy mind a ketten vállalják a felelősséget, és egyik sincsen kétségbeesve, egyik sem dühös, egyik sem, is mondjam, indulatos, hanem béke van. Ez beépül neki. Lassan. Lassan, mert tehát az ismétlés a tudás anyjából a szempontból nagyon sok szülő azt hiszi, hogyha egyszer leülnek a gyerekekkel beszélni, az elég, nem elég, ez nagyon fontos, hogy a gyerekek cseperednek, egyre több információt, ha kíváncsiak. Ez is érdekes, hogy a gyerek akkor lesz kíváncsi, hogyha a szülőben érzi a belső stabilitást és a mosolyt, és az újrakezdés lehetőségét is. De nagyon sok szülő, aki nem mondja ki a saját felelősségét egy ilyen folyamatban, sértve érzi magát, vagy megbántva, és éppen ezért ennek a traumás hozadékát cipeli, és azt mondja, hogy az összes pasi a szemét, az összes csaj a szemét, és nem akarok soha többé kapcsolatot, és nem mernek megújulni. És hogyha nincs megújulás, ez nem az erő szimbolikája, hanem a rutinszerű, az élethez való rutinszerű hozzáállás jelképe. És a gyerekek azt látják, hogy az anya-apa fáradt, megkeseredett, csalódott, és akkor miért forduljak hozzá tanácsért? Minek? Tehát nem tudja csinálni. Hát akkor mit kérdezzek tőle? Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a hiteles férfi és hiteles nő alapja, hogyha valaki vállalja a felelősséget, megbékél a múlttal, szülőkkel és az elfogadás. Hát igen, igen, kisasszony, igen, hát kicsi komplexebb a dolog. Tehát én inkább azt mondanám, hogy a hiteles férfi és női mint az akkor keletkezik, amikor valójában mind érzelmi, mind racionális szempontból felnőttek vagyunk. És elfogadjuk azt, hogy ha véletlenek nincsenek, akkor önmagunk életében minden szükségszerű. És nem bánkodok azért, ami bekövetkezett, mert ez hozzásegített egy újféle felismeréshez, hogy most már nyugodt vagyok, és nyitott vagyok bármi újra. És tudom, hogy mit jelent állandóan az itt és mostban történő megújulást. Szóval ez egy... komplex. Nem csak, hogy komplex, hanem ez rengeteg munka hozadéka. Tehát nem születünk belső, talán belső béke, de hát akkor is üvöltünk, amikor megszületünk, tehát belső béke az nincsen, hanem az nagyon sok következetes munka hozadéka, meg éberség. Hát nem elég egyszer enni, hanem napjában. Eszünk, iszunk, de önmagunk félelmeit nem oldjuk meg nap, mint nap, hanem úgy teszünk, mintha megoldottuk volna. Majd jön valami váratlanul, és csak kiderül az, hogy azt nem oldottuk meg. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltunk. Lehetne még itt órákig bőven. Nagyon szívesen. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.